Ma szó tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Idén október elején emlékeztünk Varadszerdemölkön, hogy 150 éve ért el a települést a vasút. Ezáltal meg tudtuk mutatni, hogy Szerdemölk büszke a tradícióira. Büszke ezen belül a vasutas múltra, amely révén oly sokan vasutas városként ismerik ezt a fantasztikus települést. Jó magam is azok közé tartozok, akiket, ahogy mondani szokták, a mozdony füstje megcsapott, hiszen édesapám révén vasutas gyerek vagyok. Ha fel kell idézni emlékeket a gyerekkoromból, azok közül sok szép pillanat a vonatokhoz, állomásokhoz, apám szolgálati helyeihez kötődik. Emiatt is a magaménak éreztem a celiek ünnepét. Gyermekkoromban megtapasztaltam, mit jelent a vasutas közösség, és becsülöm ennek erejét. Ezért engedjék meg, hogy kifejezzem tiszteletemet és hálámat mindenkinek, akik az elmúlt években, évtizedekben munkájuk révén maguk is sokat tettek azért, hogy a vasút elismert és megbecsült jelentéssel bírjon. Az évforduló is alkalmat adott arra, hogy rámutassunk a városban, a múlt tradícióira a jövőt építjük. Ez ugyanis a most folyó városépítés lényege, hiszen Szerdemölk kimagasló értékeit a gondviselés már megadta számunkra. Így van ez a most 150 éves vasutas örökséggel is, de még számos példát lehetne említeni, legyen szó a gyógyvízről, az egykori bencés rendházról, gimnáziumról, vagy éppen a hétköznapi példának tűnő piacról. Lépésről lépésre azt láthatjuk, hogy az évek munkáját egymásra rakva ezek új és új fejlesztések alapjai lettek. Így épült meg a fürdő, így újult meg a kolostor és az említett gimnázium és piac is. Közös munkánk révén összefogással új és új beruházások valósultak meg. Most pedig ez történik a város egyik ékével és kapujával, a vasutas hagyomány szimbólumával, a vasútállomás épületével is. Korábban már megtettük az első lépést a belső terek felújításával. Később újabb eredményt jelentett a parkoló létrehozása. Annak érdekében viszont, hogy méltó lehessen a másfél évszázados hagyományokhoz, szükség volt a külső felújításra is. Ehhez hosszú évek lobby munkája vezetett, amiben mindannyian kivettük a részünket. Hálás vagyok a MÁV és a kormány döntéshozóinak, hogy meghallgatták kérésünket. Támogató hozzáállásuk nélkül mindez elképzelhetetlen lett volna. Tisztelt Ház! Nem csak a szerdemölki városépítés kapcsán mondhatjuk, hogy a múlt tradícióira épül a jövő, hanem a hazai vasút és közlekedés tekintetében is. Ebben az évtizedben olyan beruházások tették hatékonyabbá Vasmegye vasúti közlekedését, mint például a Porpác-Hegyeshalom villamosítása, a Szombathely-Kőszeg közötti munkálatok, vagy éppen több város intercity elérésének a biztosítása. Közös bizodalmunk, hogy a fejlesztések a jövőben is folytatódhatnak. Tisztelt Országgyűlés! A városépítésnek és az országépítésnek is egyaránt része a vasút fejlesztése. Azért is tudunk ebbe az irányba menni, mert voltak, akik lerakták az alapokat már a 19. században. Ezzel óriási változást hoztak egy adott település életében. Biztosak lehetünk abban, ha 150 évvel ezelőtt nem épülnek sinek, minden máshogy alakult volna Kemenesalja fővárosában. Így ez a város a vasútnak sok mindent köszönhet. Többek között, hogy azzá tette, ami. Egy várossá, amelynek vasutas világban neve, elismertsége és most már komoly történelme is van. Hála ezért mindenkinek, aki ott dolgozott és dolgozik, hogy saját munkájával egyrészt segíti embertársai közlekedését, másrészt méltó folytatója az elődök szolgálatának. A holnap vasútjának alapja az ő mai helytállásuk. Köszönet ezért minden mai szerdemölki vasutasnak, hogy a múlt tradícióira építve ők is a jövőt építik. Köszönöm a figyelmet! Köszönöm szépen!